Tóth István és felesége Tóth Terézia Székesfehérvárról emigrált Kanadába. Letétbe helyezett örökségük és ennek kamatai szolgálnak ösztöndíjként, illetve Székesfehérvár önkormányzata is hozzájárul ahhoz, hogy minél több diák részesülhessen támogatásban. Az idén 4 millió forinttal támogatjuk ezt az ösztöndíj programot, és azt gondolom, hogy ez a 116 fiatal általános középiskolás és felsőoktatásban tanuló gyermek, amelyik részesül ebben, azt gondolom, hogy nagy segítség ez az ő tanulmányukhoz. A 2012-ben kiosztható pénzösszeg 5 millió 280 ezer forint. Ebből 4 millió forintot az önkormányzat, 1 millió 280 ezer forintot a Tóth István Tóth Terézia ösztöndíj közalapítvány biztosít. Hát szerintem Donátnak az az erénye, hogy nagyon szereti az ilyen reáltantárgyakat, és tényleg nagyon okos belőle, hogyha itt most az ilyen ilyesmi erényekre gondolunk. És nagyon szorgalmas is emellett, és én szerintem ez az, ami miatt nagyon sikeres fog majd lenni. Hát a Péter is az egyik, hogy nagyon sokat tud egyszerre tanulni, hogy van, amikor egy egész napot áttanul, többször egymás után, mert kell, és hát ilyen nyelvvizsgákra, meg ilyenekre is készül, és ő is nagyon szorgalmas. A fiatalok 2011. október végéig pályázhattak, 189-en jelezték igényüket, ebből 116-an kaphattak támogatást.